A régi öregek mondása szerint mindennek, ami az embert körülveszi, lelke van. A víznek, az erdőnek, a földnek, az égnek. Az északi népek meséiben különösen így van ez. A mese is él, repül, akár a madár. Nagy Katalin hozta be ezt a gyűjteményt hozzánk, ő fordította, aki egyébként a Finnugor Társaság elnökségi tagja is, és egyetemi tanár, tehát foglalkozik ezekkel az uraltáji népekkel, kutatja őket. Ő közvetítő nyelvből fordít, tehát egy orosz gyűjtemény szolgált alapul. Nehéz olyan magyar fordítót találni, aki mondjuk nyifhi nyelvből fordít direkt, tehát kell a közvetítő nyelv. Mi jellemző ezekre a mesékre? Miről szólnak? A mese világ tükrözi azt az életformát, ami jellemző ezekre az északi népekre. Például olyan elemek vannak a mesében, hogy a rénszarvas lábnyomában meggyűlő víz, az például életmentő lehet, hogyha nincsen ivóvíz. Ez a gyakorlatban is így van. Vagy nődíjat, úgynevezett nődíjat kell fizetni annak a férfinak, aki feleségül vesz egy lányt, ki kell fizetni a szülőknek a lány tanítatását, nevelését. Benne van a mesékben például az a motivum, hogy a gyerekek rénszarvas csontokkal, rénszarvas patával játszanak otthon, vagy benne van az a hitvilág, ugye ez egy sámánisztikus hitvilág jellemző ezekre a nomád népekre, a fát, a különböző természeti jelenségeket szellemként tisztelik, vagy szellemi erőt látnak mondjuk a fában, vagy a növényekben. Nagyon érdekes a nap szerepe, nem véletlenül, hogy a kötet címe a naplánya. Ugyanis ezeknél ezen a vidéken nagyon ritka a nap jelenléte, és nagyon fontos szerepet tölt be a nap az életükben. A naplánya például arról szól, egy ganaszán mese, és arról szól, hogy a nap, ahogy jár az égen, sétál, a ganaszánok földjét elkerüli, és teljes sötétség borul a vidékre, nyáron sem olvad föl a jég. Tehát ezek mindennapi tapasztalatokból születnek, tehát úgy születik egy ilyen mese. És végül is egy vadász, aki megmenti a népét azzal, hogy a nap lányát feleségül veszi, és elviszi a ganaszánok földjére, a saját csumjába, sátrába, és így a nap már látogatja utána ezt a népet. Akkor ez a könyv nem csak mesekönyv, hanem egy néprajzi ismeretterjesztő könyv is. Nagyon alapos a néprajzi háttere, azt gondolom, és kiválóan alkalmas lehet arra, hogy egy mesemondó versenyen ebből mondjanak meséket a versenyzők. Tehát ne csak mindig magyar népmeséket, hanem ismerjük a körülöttünk élő népek mesekultúráját is. És azt gondolom, hogy ebben hiánypótló ez a kötet.